Questa soft, Jerek, che subito ci torna anche per Jerek, che The Long Driver. All'inizio tutto mi togliate, Kot Marmentina, Minden Fehler, Zizzone, ecco. Ogni che era una magna di Byte, Ashokna, Bui Menu Renzer, una vuoi lato, Nizik Mega Byte, Ashokna, Hoj Hojimon, Noyo Reagan, Iazzo, Tembra, Ugin, Dovo, Tomo, Il Mega, Koron, Proba, Nio, Il Mien, Ui, Don, Shagumon, Dico Byte, Ashokna, No Hong, Nal, Vono, Yon, Hoj Hong. Lato tavolo c'è Holman Hong. Detto giusto che non è ancora il trimere di Eric Furcio. Hong. Hongare, it's Hongare. Io Hongare, ti chi ci leva se? Non è oggi il problema, non è tutto, perché voglio defauto. A sommi usciag got bago as esce che ti chi vesam serinte. Meg automata váltás lesz. Jó, oké, gyerekek, aztán megyünk akkor. Egyébként a menü az megváltozott, van egy ilyen interaktív, ilyen háttérszerű dolog is, ugye elvileg a legújabb patch-el rendelkezünk, most úsztam le Steam-ra, megnézzük, hogy mégis mi az, ami változott The Long Drive-ba. Milyen autók kerültek bele esetleg, mi az, ami így ránézésre így változhatott. Elvileg most már ugye többfajta bajom van, meg nem tudom, azt hiszem, hogy új autók is vannak, de kicsit körülnézünk, hogy mi az, ami van. Eddig láttuk a testünket, gyerekek? Lehet, hogy láttuk, csak én gondolom rosszul, hogy nem. Ja, egyébként én megmondom őszintén, annak örülnék leginkább ebben a játékban, hogyha kicsit sűrűbben lennének ugye az épületek. Ja, meg elvileg van valami Halloween-os. Mi ez? Egy kárdingol kapásból, de jó. Ezt még talán nem is vezettem egyes golfot, mármint így a ilyen játékban, de tuti, van benne olaj. Ja, itt a víz, van benne víz is, úgy látom. Hol van az üzemanyag betöltője Keddinek? Ezt nem is, esküszöm, nem tudom. Ez mi akar lenni? Ez ilyen ablakmosó tartály? Van, esküszöm, nem tudom. Ja, itt van-e, ha? Hát ebben nem igen van. Úgyhogy, ja, és egy dízel. Wow! Gondolom, akkor az egy 6D, ugye? Azzal van megoldva. Nekem pont, nem is tudom, egy 6D volt? Ugye az 1-3-asok voltak talán a izék. Ja, nem a kettes golfa keverem el. Nekem ugye egy volt egy 6D kettes golfom. Igen, itt vannak új tárgyak, amiben annyira nem akarok befolyni. Az a durva, gyerekek, most ez minden viccet félretéve, hogy nekem, most ez miért nem veszed föl? Na, ezt nem, ezt, hogy kell fölvenni? Pick up, ja, F, az elég játszottam ezzel testvéreim. Hogy nekem van egy pont ugyanilyen zsiráfom. Az volt, hogy ó, figyelj, ördögszekér. Fúj a szél. És ezt meg lehet fog... na, eddig ez például tök nem volt. Ilyen kis apróságok is tök hozzátesznek, nem? Most ogató szíves. Figyeljetek, járjunk ki a keddivel szerintem. Hogy valami legyen. Hallod? Nagyon durván régen játszottam ezzel a játékkal. Igen. És... ja, kérifejek, ugye? Kérifejek. És igen, automata váltón vagyunk. Jó, oké, eddig szuper. Hogy kell leállítanom? Valahogy le tudom állítani, nem? Ível? Ível. Hogy ne fogyjon az üzemanyag. Na, egyébként lehet, hogy most meg túlhangnak találom a játékot. Milyen jól néz ki ez. De várjál már! Ez nem is egyes golf. Ez egy kettes caddy? És én vagyok megkeveredve, vagy mi a franc? Na, nézzük körül, valahol volt dízel, nem? Ebben mi van? Ebben alkohol van. Ott a guminő, nem itt volt valahol olaj, vagy dízel, vagy valami? Csak dízel, itt van 23 liter, jó. Ezt tevisszük magunkkal. Meg van festék. Meg kicsit kipolírozzuk, hát fölösleges, nem? Halljátok, rohadt nyúlak nincsenek? Nézzük már meg a beállításokat még egyszer, mert itt nekem meg, mintha túl halk lenne most. Aztán majd ordítok, hogyha... ordítok, hogyha nem halljuk egymást, jó? Jó. Mi az, ami kellene? Igazából túl sok minden nem. Ja, a fegyver ezt kellene, és ezt akkor hogy tudom felrakni? Egyesbe kell. Hát, itt tudom felrakni. Vagy felvenni. Ezt kettesbe berakjuk. Oké, és akkor ezt meg tudom elvileg.
Tölteni? És megtöltöttem? Nagy lószart töltöttem meg. De most miért nem töltőek? Miért én vagyok a hülye? Ha megtöltött ez. Érdekes. Na nagy lószar vagy. De eddig várjál, nem ilyen fegyver volt, vagy igen? És én vagyok a béna. Várjál. Meg kell ide. És nem tölt üveg. Why? Nyomok egy erret. Ja, hosszan kellett nyomni. Aha. Jó. Jó, oké. Okay. Működik, working. Nézzük körül. Hogy mi az, ami kell, hát nekem így, meg mi az, ami új cucc. Oda nézzél, bazza, van izé. Van zseblámpa. Ez például tök nem volt, ezt berakom a hármas spotra. Ez tök nem volt, gyerekek. Ez viszont ez egy hasznos dolog, de miért zuarik? De ez a lappas eleves zseblámpa, ez tök jó dolog, nem? Jó, hát ezt nem is kell leraknom, mert ezt ugye akkor magamnál tartom. Négy darab izé, ilyen, hát ki, vagy ilyen spot van? Milyen maga az én? Természet és lányok maga az én, azt a betyár. Nagyon szuper. Várjál, ezt, tehát, ez a megkére súlyckóra, a verdát, nem? Azt mondom, hogy a rostát ezzel tudom lekapárni valahonnan. Ez az ajtó, ez például. Ezt meg kell fognom? Négyesse? Ha lehet. Jó. Ja, már nem most... Oh, jó, jó, ez nem mostanában játszottam ezzel a játékkal. Nézzük, mi van, mi az, ami még nagyon rozsdás. Ezt megpróbálom feljavítani. Bár ezt a lökárt, hogy látod, nem nagyon akarja. Na de. Olyan. Jó, ez az ajtó még nagyon. Kicsit akkor megcsinálom, jó, nem gond? Well, that. Na, szerintem ez tökre ment, mert nem nagyon... Nem nagyon setyereg ma. Ugye? Hogy kell eldobni, bazza? Yes, F. E. Bazza, mi volt ez? Meg bálta ez a kezem. Nem tudok semmit. Nem tudok nézelődni. Mi történt? Én azt tettem, nem tudok nézelődni. Esküszöm. Valamit sikerült megoldanom, úgyhogy... Ha valamivel, nem tudom mivel csináltam ezt. Jó, te fiú. Valamit lejelcsöztem. Ó, te fiú, hát ez nagyon jó lett most. Hát nem mondod, mit csesztem el? Nem tudok nézelődni valamit, valamit a izaivel okoztam itt. Ezekkel. Ez egy jó, ez sikerült, jó volt. Oké, okay, jó, megcsináltad, Keeper. Tudom, milyen, nem tudom, milyen gombot nyomtam hozzá, hogy ez ilyen... Ilyen szabad nézetű valami lett belőlem. So, sleep. Na most akkor indítsam újra, megőrülök. Várj, mentünk egyet. Hát hallod? Elnézést. Keeper egy kicsit beteg. Jaj, de jó, visszatért az irányítás. Jó, jó, megoldottam. De viszont valami ordító hangokat hallok. Elnézést van. Hangok. Ez mi a szar? Egy nyúl. Jaj, elnézést.
Nem hiszem el, hogy mindig megfázok. Komolyan mondom. Hogy tudok mindig megfázni? Azt. Hol tartottuk? Elnézést, azt nem hiszem el. Miért? Hertől törik ez velem, nem tudom elképzelni. Na! Hogy kell ezt eldobni? Azt azon próbálkoztam, ugye? Tudom. Hát tudok így is vele, jó. Próbálok ide, hogy szép legyen a verda. Akkor már. Ez is elfogyott, jó. Aha. Egyébként a Q-val tudom azt megcsinálni, hogy fixálom a kamerát, ahogy néztem. És az F-el tudom dobni, jó. Okay. Megnézem, még van-e ilyen spritzli vagy valami. Segít, ordít egy gyúl. Főleg az emeletre azt hiszem van, meg a, talán a szivacsal is lehet. Na, mondjuk most egész szép már. Jó, gyerekek. Menjünk. Nátás lettem, hát nem hiszem el. Menjünk, nézzük meg, milyen esetleg új épületek vagy hasonlók vannak. Igen, dízet kellene belerakni azért. Nem ártana. Aztán honnan jön? Tudod, kapcsolgatom itt a lámpát. Vajon annyit megnézek, hogy mennyi megy bele. Aha, ez tök jó. Ez konkrétan teletankolom, basszus. És van benne minden. Szóval nem lesz meg van. Nekiindulunk a világnak, azt meglátjuk, hogy mégis mi a helyzet. Nem tudom, hogy túl sok minden nem érdemes minden magammal, én úgy érzem. Ott egy nyúl. Vannak ilyen vérnyulak? Vagy most ilyen nagyon peaceful az egész? Egyébként ott messze van valami, nézd oda. Ott jobbra. Ott van valami épület. Ott jobbra, a fűcsomon túl. Jaj, nézzük. Gyerekek, hát üzemanyag az lesz bőven. Azt szerintem el is fogyott. Van még mindig van. Oké, most fogyott el. Ezt becsukjuk, mert mindig elfelejtő keeper. Na. Ezt a lábát kapcsolgatom itt, hát arra sem dőljek. Nem jövök rá, hogy kell eldobni. Elfelejtettem, gyerekek. G-vel, vagy Q-val, vagy mi a szarral. Na, amit akartam még, szerintem puska legyen nálunk, akkor az a kilövöm a tankot instant. Ott valami volt a távol, ott egy épület, látod? Nem is kicsi. Szerintem ott autók vannak előtte, meg minden csuda dolog. Valahol volt egy távcső, de hogy tudom eldobni az itemeket? Várjál már. Gyorsan nézzünk egy idejét. Controls, jó? Itt van kiosztás, biztos jump. Target, attack, sleep, smoke, inventory slot, 1, 2, 3, 4, zoom, hide. Majd látom, hogy nem nagyon látom. Nem nagyon látom, hogy itt az inventory-nél kéne lennie. Smoke, attack, target. Reload, use, interrupt, hát nem nagyon látok ilyet, megmondom őszintén, hogy a szarba kell ezt eldobni.
Arra gondoltam volna, hogy E vagy F. De úgy látom, hogy ez örökké velünk fog maradni. Ugye, srácok. Na jó, menjünk, menjünk, ne tököljünk. Remélem a vezetésben fog nagyon zavarni. Jó, vagy dehogy nem, gyerekek, dehogy nem. Jó, te fiú, hát ez így most elég örítő. Na, mindegy. Tényleg az én hibám, sajnos. Na, hát a külső eredetük van, van külső eredetük, hogy nem lenne. Na, megyünk a kis keddivel. Arra láttam egy ilyen épület együtt, és tudom, hogy az úton kéne végigmenni, de ha már egyszer megláttunk egy ilyen valami csodát, ez mennyivel tudunk menni ezzel? A kövekre nem ártana vigyázni. Hát ez egy egyes golf. Jó. Tévedtem, ez nem kettes, hát a műszerfalról már észrevehető. Egyébként azt tudjátok, hogy az egyes golfnál volt az első olyan feature, hogy így a rádiót azt így felrakták magasra, ami tök jó. Gyerekek, aha, jó. Mivel ilyen tök ergonomikus miatt az egész, mert ugye itt helyezkedik el a kéznél, ott ahol ugye kapásból így oda tudsz nyúlni. Meg ugye ez egy ilyen elég prémium minőségű egyes golf volt, mert amint látjátok, van fordulatszámmérőnk, ugye nagyon sokban úgy volt, hogy egyébként nem fordító, azt a betyárul is tőled. Nem esett szét a verdág, várjál már. Ez nem volt valami jó, mivel kell aludni gyerekek? Aha, mivel, alszok egyet, mert így a sötét van. Mivel valamelyikben csak ugye óra volt. De ugye emlékszem, hogy a jobb oldali volt óra, és a bal oldali a kilométer óra, hát ezt nem nagyon bánom. Jó, akkor ezt kilőttük, jó, sikerült. Nem tudom, hogy kell rakni ezt a valamit. Megnézem, nem, kilőttem az oldalát. Hoppá, kicsit lesz a... Jaj, gyerekek, nem, már megint kezdődik. Figyeljetek, megyünk a zseblámpával, legalább akkor látok, nem? Ugye van egyszer. Ugye földobom vissza a kereket. Ó, oh, az anyád. Az anyád csáját. Ez mi? Ez egy kaktusz is volt itt? Nem volt egy hátsó ajtónk? Valahol érdekes. Ah, de volt. Egy plató ajtó. Ebben be volt így dobornyomba izé, nem? Srácok, a Volkswagen felirat. Rosszul emlékszem? Vagy ez másik, egy másik keddibe volt? Hát, igen. Itt vannak fölforgások emiatt, hogy nem bírom eldobni ezt a szart. És igen, lehet, hogy írjátok már, hogy hogy kell. Az már egy kicsit később állat. Aha, F eldobta, jó van. Halleluja, eldobtuk. Most már csak arra kell rájönni, merre van az épület. Erre jöttünk, ugye? De bazze! Az időt kell... Az iránytűt kell volna elhoznom szerintem, mert így egy kicsit bele vagyok keveredve a most. Itt tök jól látszott az épület, ezt most meg elvesztem, az így nagyon érdekes lesz. Azt a betyár, gyerekek! Neki dugrantottam a kőnek, azt sem tudom, merre jöttem, merre megyek. Egyébként úgy csúszik ez a verna, mint az állat szerintem. A kereke, főleg a bal hátsó kerék az egy kicsit le van csak amortizálva. Rettenetesen csúszik. Na bazze, hát tök lemertem volna esküdni, hogy ott van az épület. Vagy legalábbis van ott egy épület, remélem, hogy nem haza megyünk. Akkor megőrülök. Ezt könnyen meg lehet, hogy az a saját házunk. Az a saját házunk és ott az út, figyelitek? Nagyon eltévedtem, azt a betyár. De legalább tudjuk, hogy akkor onnan arra volt az épület. De hogy nem látom most? Na viszont, most már legalább látom az épületet. És hát elindultuk a másik irányba, eléggé nehéz lett volna. Vérnyulak azok vannak? Még régen voltak vérnyulak.
Nem is az az épület. Gyerekek! Nem egyszerű az élet, mert most meg nem látom. Miért nem indultam el az utam, mi? Jobban jártunk volna. Csak annyira kecsegtető volt, hogy ott láttam azt az épületet, hogy az őrület. Jó, a fizika megtréfált egy kicsit, majdnem úgy rogattunk. Jó, legalább tudom, mivel kell eldobni a dolgokat. Az F-en. Mi a srác? Odaérünk még valahol? Egyébként a távolságok azok brutálisak ebben a játékban. Ezt így meg kell hagyni. Ajjaj! Meg annyira csúszik a hátsó kerék, hogy ez őrület is. Baróra ellen irányítható. Ez mi az? Kereszt? Krisztus előtt 200-an megyünk, gyerekek. Lol. Annyira durván csúszik a hátulja. Ugye egyszerűen egyenesen mész és megállás nélkül korrigálnod kell. Ravasd meg még füstöl a verbe, gyerekek. Hát ez egy őrület. Egyébként ott látok egy épületet vagy valami csodát. És nem füstöl, hanem izél. Gyűl a orrán szájára. Azt élem, hogy... Azt épületnek nevezhető el a jobb oldali, nem biztos, de az igen. De baze, itt még mindig azok a rohadt nagy távolság. Hát long drive az van. Az van. Extra long drive. Kicsit melegszik a motor, úgy érzem. Jó lenne, odaérnék már valahova. Mert ugye tényleg az úton kellett volna elindulni. Úgy látom, a vérnyulak azok itt vannak, vagy a nyulak legalábbis. Na, talán jóra érünk egyszer. Látótávolság az nem kis pálya. Na, jövünk 200 km óta. Jó, annyira nem 200 km. Meg lehet nézni ugye, hogy mennyit távot tettél meg. Hát, nem tudom, nem, de meg se tudnám tippelni. De úgy látszik, hogy akkor ez a procedurális leképzett map, ez nem csak konkrétan az út mellett helyezel épületeket, hanem ilyen random helyeken, ugye? A mappon. Pont az a lényege. Indulj meg! Kellene szereznünk kerekeket, gyerekek hátra, ha valószínűleg amiatt ilyen brutálisan csúszik a hátsó kerek. Hát valamikor talán odaérünk. Na, hajtsad! Mit keres egy kerék a csomagtartóban? Ez eddig is ott volt? Ez hogy került oda? Mizé hozta? Mikulás, vagy mi van? Ez egyébként azért egy jó gumival lehet, hogy ki kell cserélni, de most már talán odaérünk erre a helyre. Na, nem hiszem, hogy nem. Nagyon érdekel az új, van új épület elvileg, valami ilyen félelmetes para épület. Be lehet nézni a map alá. Gyerekek, érjünk oda már még mába-e? Hallod? Hát mennyit mentünk? És ott egy következő épület szerintem ott jobb oldalt. De hát ez ilyen extrém messze. Na? Ide érünk. Hallod, ez nem épület, akkor meg megőrülök. Kiderül, hogy egy izé, egy szikla, mi? Amilyen szerencsé van, de ez valami épület, nem? Úristen, mi a szar ez? Ez valami nagy. Nehogy már megtaláltam ezt a izét. Ezt a creepy izét. Para helyet. Ez egy új hely. Ugye elvileg került be a Halloween-kor. Egy új, ilyen parahely. De gyerekek, mennyivel megyünk és mi a szar? Hoppá, hát nem fogjuk tudni meg, hogy mennyivel megyünk, úgy látom. De én azt mondom gyerekek, hogy ezt megfogtuk az Isten lábát, kapásban megtaláltuk az új épületet. Figyelj, és pont leáll a verda. Ne! Mondjuk ez lehet, hogy valami feature, nem? Vagy a közelében vagy akkor leáll. Vagy pedig a melegedéstől van? Majd kiderül.
Az olaj nyomás minden szar, gyerekek, jaj, várja. Állítsuk meg, aztán ugye gyalog bevegyünk. Na mi a franc van itt? Várjál, az a lőszer, ez kéne nekem a lőszer. Az meg itt. Ezt rakjuk be az egyes helyre. Nem, az egyes helyre. Ezt nem tudom eldobni sajnos. Egyébként. Ezt nem tudom eldobni. Na mindegy, megyünk gép, vagy ez a gép fegyverrel. Hülye vagy képer. Na. Ugye megtörjük. Lehet, hogy van ellenség is. Esélyes. Ugye van már új fegyver is, már itt ilyen csöves pisztoly. Ott is egy, az tuti az is épület. De lehet, hogy akkor ez az új hely, az a szellemkastély szerű akármicsoda. Kicsit ilyen, ezért emlékeztet engem, mi az? A... Adams Family-ben ilyen házra. Hát nem kapkodjuk el a időt sétát. Na, be tudok ugrani, vagy valami? Nem, ott a főbejárat. Hát remélem, be lehet egyáltalán menni. Biztos be lehet, gyerekre. Vagy ilyen Alone in the Dark 1 stílusú az épület. És mi az a pirosod bele? Jézus, be van. Ez mi volt, bazza? Utálom, amikor ilyen para hangok vannak, gyerekek. Mi a fasz? Valami beszédhangot hallok el. Ott egy Verda. De hogy tudok én ide bemenni, gyerekek? Hm? Az a beszélek itt, gyerekek, beszélek! Nem. Te én mindjárt összefosod magam most, nem olyan. De itt ilyen beszédhangot hallok, ott ül oda. Fütyörésznek, meg duhálgattak. Itt is egy kocsi. Ez egy kicsit le van lagva. Szóval ez jó legy az épület, be kell skubizni. Itt járkálnak, meg dobálnak, komolyan. Ott a csáv, e? Nem a... Nem mondod. Az a gyár úristene! Tarazzálva be! Gyerekek, átlövöm őt! Lukat lövök rá! Ezek meghalnak valaha is? Hát, ez nem halnak meg. Ez egy jó lesz. Gyerekek, most ilyenkor hogy megyek be? Elbollog a gyerek, nem hiszem el. Ki kéne csalnom őket? Jó kis LR2-es. És akkor a... Ki kéne csalnom őket, azt elütni vagy valamit kitalálni, nem? Például tök fölösleges lövöldöző, mert úgy látom, hogy nem is volt rájuk. Ez a tárazás, ez vadító.
Mi van, ott is volt valaki. Szerintem többen vannak ám. Na, ki lehet nyitni az ajtót, de várjál, én menekülőre fogom fogni. Futunk, mint az állat, jó gyerekek? Jó, te Isten. Ott a csávó, e? Oj. Kezi, I'm coming. Nem, ah, kinyitott a dick. Ezt úgy kell csinálni, kizárni a csávot, hallod? Meg kell csinálnom azt, hogy kizárom. Vagy pedig kocsival elvittjük, gyerekek. Az az, hogy segünkre verne, hogyha elérne. Azt néztem, az mi a szar? Ez csak egy fa. Jó, el kell menni a kocsiért. Azt, ha kiengedjük, azt elütjük a francba, gyerekek. Nem akarok meghalni nagyon. Ott a golfunk. Elvegyük, valószínűleg leült addig a motor. Ezt kiengedem, elütöm a francba. Talán az úgy működni fog. Na, menjünk gyorsabban, ennyi a végsebességünk. De egyébként tök fölösleges, hogy mondjam, lövöldözned, úgyhogy el is rakom. És ezt el is dobom, nem kell nekünk, és akkor lesz egy szabad kezünk. Tök fölösleges lőni. Mert belelőtte vagy tizet, azt meg se érezte, úgyhogy nem hiszem, hogy azzal bármit is elérek. A gyerekek, most már jó, mi van a fordulóan? Aha. Lehet nem éjszaka kellene velük szemben, nem? Nem jó volt ez az. What the fuck? Álljunk meg. Oké, alszunk egyet, jó? Aztán reggel kiírjuk ezeket a köcsögöket. Megnézzük, kik vannak itt. Mondjuk azt mentek egyet, az nem, lehet, hogy nem lenne rossz. Vagy mindig itt nyekeregnek, de hol van a mentés? Aha. Saved. Na, akkor ki kéne engedni őket. Bejáratot keresem, kicsit eltévedtem. Meg az sem baj, hogyha reggel lesz. Járó motor lesz majd okosba. Itt a bejárat szerintem, itt a fő bejárat. Ezt kinyitjuk. Aztán én meg beugrok, azt indulok egyből, jó? És... álljunk meg! Na, srácok! Ez a hülye beakadt az a mögé szerintem. Mindjárt bemegyek az udvarba.
Jör. A gyerekek! A gyerek is annyi! Megdög lesz! De nem igen akar. Azt kellene akkor kizárni a gyerekek szerintetek? Visszamegyünk, beállunk az udvarba kocsival. Azt kizárom, jó? Nézzük, az működni fog. Úgy látom az elütés az nem nagyon működik. Megpróbáljuk egy nagyobb sebességgel még utoljára. Ó, oh, működött! Van a kocsi alatt, jó? Ajaj! Ajaj! Gyerekek, beszorult a kocsi alá! Na mindegy! Hát ha szerencség van, akkor nincs több. Ugye? Menjünk be. Nem tudom, hogy van-e. Fogalmam sincs. Fegyvertek fölösleges használjuk, futunk, mint az őrültek, bár most egy kicsit ellebb lesz. Nem hallok beszédhangot. Nem a francot, nem. Oh my god. Ó, hogy a szemed álljon meg. Az anyád. Aj, ne megette. Kinyitotta, bazd meg. Jó, visszamegy. Ezzel kéne valamit csinálni. Most már lehet, hogy leért addig. Hogy vissza... Nem spawnol vissza, itt van alattam, jó. Semmi gond. Nem tudunk menni. Beszorult a láng. Nem hiszem el, komolyabb oldó. Elfolyt a vízünk szerintem, mert nagyon nem akar. Meg kell próbálni valamit csinálni ezzel a csávon benn. Vagy kizárni gyerekek. Ez is egy megoldás lenne, hogyha kizárnám. Úgyhogy kimegyünk, elcsaljuk. Hát, hogy le fogunk állni. Nagyon durva elhangja. Hoppá. Jó van, gyerekek, futunk egy kört, azt kizárjuk, hogy nem tudom, mit csinálok vele. Figyeljetek, bevegyek a másik bejáraton, azt bezárom az ajtót. Hú, ez nagyon jön. Jön elkapni engem, az beszéli. Oké. Mondjuk. Még mindig van. Bobetta vász. Ez mi? Szalonna. De még van egy. Szerintem. Apám gyerekek, ez tök jó. Most ott is ír, egy csomó szar. WC.
Labda. De vannak még köcsögök. Csoda túlélte eddig. Van ennek emelete? Lehet, hogy van emeletünk. Azt hittem, hogy egy pisztoly legalább, vagy valami. A sörét, lőszer, csak fegyver nincs, gyerekek. Zseblámpa, meg kóbasz az van. Aha, ott van egy, ezt az ajtót néztük már. A köcsög. Trying to be your friend, stay still! De ahol szorul az ajtó mögé, mekkor vázli, hallod? Ott hátsó bejárat. Ez pont be, hogy szorul a becsukott ajtó mögé. Be, ezt nem lehet széttörni? Viszont, vagy nem tudom. Jó, olyan túl sok minden nincs, ahogy látom. Amúgy különben full vicces. Ha, de van emelet, jó. Ott a csávó mászk ebben, figyelj. Egyébként egész jó el lehet őket kerülni, hogyha... De viszont jó sokan vannak. Van villany. Nem hiszem el, hogy pont megtaláltam ezt az új update-ben lévő épületet, tök jó. Egy csomó szoba. Ülés. Itt szerintem van valaki. Ez nagyon éhes. Ó, szerint senki. Tök jó, ez egy elég nagy ilyen épület. Object. De mi ez? Gyerekek, előbb-utóbb biztos elkapnak, mert szállítsunk. Egyébként nagyon sok cuccot tudsz itt szerezni. Ott valami, ott a zsiráv benne a köcsökbe lol. Csodváz. Nincs valami ilyen fő loot? Itt. Megnézzük, mi van itt kint. Ki lehet kijönni, lol. De úgy látom, hogy nincs tovább. Hát, remélhetően számítottam rá, hogy valami fő loot van, vagy valami ilyesmi, tudod? Úgy tök jó lett volna. Alkohol. Jó, hát szerintem végigjártuk az egész kecót. Nem, sikeresen túléltük, még maga, én is meglepődök rajt. Le kellene mennünk, aztán megnézni még ott. Alul is végignéztük az összes helyet? Fősöbb szint nincs, ahogy látom. Ja, igazából ez volt a legújabb update-be, szerintem. Viszont ugye vannak olyan járművek például, amit kisebb próbáltuk, bogár hátú, meg hasonló. Csávó, hülye. Igen, és ő csukja magára. Na? Itt vagyok, haver. Ekkor gyere vissza ide. Itt vagyok, bocsánat. Egyébként ők lehet, hogy meg se tudnak ölni, meg itt parálok, nem? Jó, most észrevett. Minden oké, gyerek.
Oha. Azt akartam mondani neki, hogy a kijátszottunk, de... De hát ebben nincs valami. Nem kifejezetten, én sokkal nehezebbre gondoltam ezekkel kapcsolatban. Mondjuk ha hozzám ér, akkor valószínű megöl. Nézzük meg azt a ladát akkor, hogyha ez itt bóckodik. Jaja! Nem, már kinyitja az ajtót. Na, ha hozzám ér, mi lesz? Viszi le a HP-ba, jó van akkor ezek szerint. Lepisillag! Na, erre voltam leginkább kíváncsi egyébként, hogy az új update-ben, ami bejött ez a Halloween épület, meg a hozzátartozó NPC-k, ezek így hogy néznek ki, hát nagyon-nagyon bázni volt, hogy ezt meg tudtuk nézni. Köszönöm szépen a figyelmet. Egyébként ez a játék folyamatosan alakul, mindenkinek nagyon ajánlom. Jók legyetek, sziasztok!